Március 8-án az egész világon a női nemet ünnepeljük, már több mint 100 éve. Így volt ez Bálthaszéken is. Ezt a jeles napot Bozsolik Róbert polgármester a város gondozási központjában tartózkodó szépkorú hölgyek köszöntésével kezdte. Boldog életet kívánok! Köszönöm szépen! Hálásan köszönjük a hölgytársaim nevében, hogy ezen a napon a község vezetői is megemlékeztek rólunk. És köszönjük, hogy lehetőségünk van ezen a helyen, többféle rendezvényre, nem csak ezen az egy napon. Ennek a közösségnek a mindennapjai, így ha az állapotunkra nézünk, akkor azt gondolhatnánk, hogy igen szürkén zajlanak, de ezek a rendezvények itt az elmúlt időszakban, a kiállítások és ezek a lehetőségek, hogy délelőttönként itt majdnem a hétnek minden napján rendezvény van, ez nekünk nagyon-nagyon nagy esemény, és nagyon jót tesz, pláne a téli időszakban. Ezeket az úgymond jeles napokat, ők nagyon-nagyon számon tartják. Emlékeznek az ifjúságukra, mesélnek arról, hogy hogyan ünnepelték még fiatal korukban a nőnapot, kik köszöntötték őket, és időskorukra is fontos számukra ez a nap. Ők mindennek nagyon tudnak örülni. Tehát nagyon fontos nekik az, hogy hetente minden nap van valamilyen program, hiszen akkor így a kis közösség mégis jobban összekovácsolódik, mint azért a szürke hétköznapokban, hogyha csak ott ülnek, esetleg olvasgatnak, kártyáznak, de nagyon fontos az, hogy külső emberek jöjjenek közéjük. Sokuknak ez az egyetlen közösség, ahol párkapcsolatokat tudnak teremteni. Aznap este a bálthaszéki polgármesteri hivatal és az önkormányzathoz tartozó összes intézmény női dolgozóit a művelődési házba invitálták. Bozsolik Róbert elmondta, nagy öröm, hogy majd 2 év kihagyás után végre személyesen is meg tudják köszönteni a női munkatársakat. Fontos azt gondolom, hogy megálljunk ezen a napon is, ezt az értéket továbbiakban is fenntartsuk, mert a mai rohanó világunkban már egyre jobban elsikkadnak azok a dolgok, amikor értéket tudunk közvetíteni, és a nőnap és a nők ünneplése az igenis egy nagyon fontos érték, hiszen azt kell mondani, hogy az ő életük mindannyiunk életének szerves része. Kislányként udvarolunk ugye gyakorlatilag a lányoknak, majd később, amikor a hölgyek idősebbek lesznek, ők is egyre jobban megélik a nőiességüket, majd életük folyamán egy fontos döntés hoznak, amikor ők is családot alapítanak, gyermeket vállalnak. Végig kíséri az életüket ez a különböző szerep. A lányként, nőként, anyaként, majd később nagymamaként, sőt egyre gyakrabban már dédmamaként is. De ebbe a szerepbe mindig meg kell maradjanak nőnek lenni, és ez egy nem könnyű feladat. És hát van még egy súlyosbító körülmény, ugye mi férfiak is itt vagyunk ebben a kapcsolatban, és velünk is meg kell találni a hangot. Az ünnepi műsoron Kossuth Gergő előadó lépett fel, és próbálta elfeledtetni a hölgyek mindennapi gondjait. Mindig törekszem arra, hogy olyan repertoárral jöjjek, bármelyik nőnapi koncertről van szó, ahol mindenki megtalálja a számára kedvest, és szerintem széles körben, szerintem az összes korosztály képviselteteti magát, mert tényleg úgy szokott lenni, hogy 0-tól 99 évig szoktak a koncertjeimmel lenni, úgyhogy én bízom benne, hogy most is így lesz. És így is lett. A koncert előre haladtával a gondoktól és a napi fáradtságtól elnehezült arcok derűre fakadtak. A nő egy angyaldám, őrzi a férfi álmát, életet ad, óv és félt, egész életen át. A nőnek 100 csodát, a könnye 100 karát, soha nem kér, de mindig ad, egész életen át. Voltak itt még táncba is vitt az énekes. A
műsor után közel 120 virágot osztottak ki a jelenlevő férfiak a meghívott hölgyeknek. Lajter Katalin elmondta, nagy könnyebbség volt az is, hogy már maszk nélkül élvezhették a műsort. Nagyon-nagyon jó volt, és könnyű volt így a kapcsolattartás, és látszik az embereken, hogy mosolyognak, és nagyon élvezték a műsort, úgyhogy köszönöm.